Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Idén 11-ére rendezzük meg Elek Márc 15 kupát, amit mindig március 15-e és ahhoz közeli szombaton rendezzük, pont azért, hogy a határon túlélő magyarok is, akik már több mint 20 éve bekapcsolódtak a Békés megyei asztali tenisz életbe, részt tudjanak venni ezen a versenyen. Ezért van most is március 17-én, így a mellettem levő Áberle Ildikó is, aki a romániai magyarokat, hogy így mondjam, képviseli most ezen a versenyen. Elég szép számmal jöttek Romániából is, és így egy nemzetközi versenyé bővült 10 éven keresztül ez a versenyünk. Ildikó, most... Köszönjük szépen, és nagy örömmel jövünk és versenyzünk. Egy békési csapatban játszik. Ildikó, ez is mutatja azt, hogy mennyire összefonódott a határon túli magyaroknak a asztali tenisz élete az itt Békés megyében levők, hogy Ildikó is gyakorlatilag Csíkszeredából származik, és itt Békésen csapattag, a megye első osztályú békési csapatban. Kategóriában harmadik helyet ért el Kovács Ferenc Berzi Tamás. Nem azt mondták, hogy eljutott az a góra? Igen, oda kell majd. Akkor kinek akarszom a nyakára? Nekem én magas vagyok. Igen? Magas fiúkat, azokat nagyon kedvelem. Ki a magasok? Akkor neked jöjjön. Gratulálok! Köszönöm szépen!
második helyezést ért el Mirel Grisa és Abram Viktor. És első helyezett lett Csabai Dániel és Vizsnyai Dávid. Külön gratulálok azért, hogy nagyon szép kajtányos volt, és keresztül tartatok. Tényleg annyira kiemelkedő volt az egész mai játékból, hogy ez a kondolat is megismerült. Sok szépen a nyakalokkal azért előjött. Beértem a fiatalok, és itt ezt az egyik évben várhatunk. Most így gratuláltok. Tehát a női kategóriában harmadik helyezést ért el Békési Rebeka. A győztesek, Kapata Adriana. Adrián? Adrián első, második vagy harmadik? Az első helyet. Nyert már. Szerintem is nyert már. Csak hányszor? Én is emlékszem. Nem egy második. Vagy jövőre visszatérünk. Férfi nyílt kategória, harmadik helyezettje Abram Viktor. Happy birthday, Mika. Happy birthday.
játék, jó? Egy pici játék. Harmadik helyezést ért el Berzi Tamás. Én még abban forma vagyok. Engednek a nyit is, egyrészt gratuláljuk, és örülök, hogy jöttél. Ha jól érezted magad a többi. Fantasztikus volt a szerepel. Felsről azt a néhány embert jövőre lesz. Meg a pörköltnek is sírít. Köszönjük. Második helyezett lett Mirek Glisa. Adrián. Engedd meg, hogy gratulálják, azt hiszem idén először van nálunk. Igen, igen, és rögtön győztes, légy szíves tolmácsod, hogy ez az övé. Ezt a jövőre visszavárunk, kupával együtt. Gratulálok! A vigaszág mi nálunk a főszám, mert Elek mindig amatőr pingpongot játszott, és már több mint fél évszázada, így gyakorlatilag csak kinőnek a fiatalok, mint egyesek ott, akik most beszélgetnek, például Zolcsika is, és utána, amikor kinőttek, elmennek tovább, és hál' Istennek nagyon szép eredményeket érnek el, és mivel mi nálunk az amatőr sport az egyik, az asztali teniszben a leghúzósabb dolog, ezért a vigaszág az, ami mi nálunk a fő versenyszám. Úgyhogy kérnénk a vigaszág bronzérmeseit. Szabó László. Hétfőn találkozunk a verte, már egyzésen úgy. Jó, akkor ezt szépen. Második helyezést ért el Balogh Sándor. Ja? Én külön örülök neked is, mert egy föltörekvő fiatal vagy, akiben nagyon lobog a tűz az asztali tenisz szeretetével, és itt látszik az eredmény is. Gratulálok! Köszönöm! És akkor az aranyérmesünk dr. Sipos Lajos! A király kategória a királynak. Nem tudom, hogy nyertél már? Ezt még nem. 34 évben nyert. Én kívánom, hogy még nagyon sokszor. Legalább úgy, mint Ámen Bagy bácsit mi nálunk.
Addig üsed még ezt adja a labdát. Adja, Jóisztán, köszönöm. És sok minden szépen. Köszönöm szépen. Majd találok meg. Mivel évek óta igyekszünk a fiatalokat bevonni és egy kicsit buzdítani az asztali tenisz fele, és őnekik is próbálunk szervezni versenyt, sajnos a mai nap nem sokan jöttek el. Augusztusban már azért szép létszámunk volt, meg tavaly is, de akik eljöttek, hol vagytok fiúk, akik nyertek? Legyetek szívesek, harmadik. Ehhez annyit hozzátennék, hogy a gyerekek kategóriáját a Békés Takarék ajándékcsomaggal támogattam, hogy minél több kedvük legyen versenyezni. Harmadik helyezést ért el egyszer Mokán Kristóf. És nézd csak itt a polgármester helyett is asszonytól. Gratulálok! Második helyezetet Zsóri Tamás. Úristen! Most miért állod el? Hát már úgy is látja mindenki. Szép. Első helyezést ért el Dani Gerdő. Nagyon szépen köszönöm Elekváros nevében, hogy megtisztelték jelenlétünkkel a rendezvényt, és nagyon sok szeretettel meghívom a tisztelt játékosokat. Augusztus 3-4-5-én az Elekiek világtalálkozója kísérő rendezvényeként szervezendő pingpong versenyre. Nagyon remélem, hogy találkozunk.